megint egy picit elhanyagoltam a kamerát, bocsi. Most már szerda van egyébként. És szerettem volna még a vasárnapi kis állatkertes dologról is mesélni, illetve még egy kifejezetten felháborító dologról is. Szóval kezdjük a kis állatkerttel. Ugye felmentünk, ezt tőlünk ilyen fél óra kocsival, tök közel van, ingyen van a belépő, csak becsületkoztatás, úgyhogy ide viszonylag gyakran elmegyünk, és én az ormányos medvéket sosem csittem különösebben. Ők ilyen, hogyha valaki nem tudná, hasonlóak, mint a mosómacik, de kevésbé dagik, tehát nem olyan nagy a szőrük, és egyébként úgy alkatilag nagyon hasonlóak. És most volt pici, és először csak egyet láttunk, ilyen kis éppen tenyérnyi mérete volt, nagyon-nagyon helyes volt, őt föl is vettem, azt hiszem. És itt úgy van, hogy itt van egy kalandpark is, meg ez az állatkert rész, meg étterem, meg talán szállást is lehet itt foglalni. És még soha nem ettünk az étteremben, de most pont úgy mentünk el, hogy előtte csak egy levest tettünk, és úgy nem volt ellenünkre, hogy együnk valamit, úgyhogy beültünk az állatkert után kajálni. És megebédeltünk, és utána még a mosómacikat meg akartam nézni, ők az ormányos macik mellett voltak, és hát mivel három lépés a kis állatkert rész az étteremtől, ezért oda mentem, ugye, mert most lent voltak. Amikor bent voltunk, akkor fönn voltak a kis házukban. És a férjem szúrta ki, hogy kiszökött a pici ormányos maci. És aztán néztem, hogy de hát ott lent van, és akkor ugye így rájöttünk, hogy kettő van, és az egyik az így fönn volt a tetőn. Ilyen rácsos, hát ez a klasszik kerítés, fémkerítés, rácsos, szőt, fonott, nem tudom milyen, de ezzel vannak ők elkerítve, és hát a kis hülye ugye átfér még rajta, és kiszökött, és ott fönt bóklászott. És akkor így néztük a férjemmel, hogy hát kéne szólni valakinek, mert hogy ne menjen már el, mert hát ne menjen el, és láthatóan nem tudott visszamenni. Úgyhogy a férjem bement szólni, én meg ugye maradtam addig, és néztem a picit. És közben észrevettem, hogy van még egy kicsi, aki pedig az embereknek kialakított részen ment belül. És akkor odaért a bácsi, aki így gondozza az állatokat, meg aki úgy ott van, és akkor mutattuk neki, hogy egyrészt ugye ott van fönn, másrészt van egy lent is, és így egy picit elkezdtünk beszélgetni a bácsival, és közben úgy nagyjából a fönti állatkát néztük, és egyszer csak egy ilyen iszonyatos, fú, de bögni fogok, szóval egy ilyen iszonyatos visítás a mosómaciknál is, és az ormányos maciknál is, mert hogy az egyik picit, amelyik lent volt a földön kiszökve, valahogy, nem tudom egyébként, hogy, mert ott köztük ilyen nagyon sűrű tyúkháló van, de áthúzta magához az egyik mosómedve, és nem engedte el. És ugye így az ormányosok is egy-egy pár van, tehát csak a kis család volt ott az ormányosoknál, ugye ők is ott a két nagy elkezdte egymást ölni, mert hát nyilván egymást hibáztatták, hogy átkerült a pici. A mosómedve meg igazából nem bántotta a kicsit, csak iszonyúan szorította, és nem engedte el, és ott állt így a kerítésnél, és akkor ott a bácsi elkezdte ott így valami kapa, vagy nem tudom már mi volt nála, ott azt egy picit bedugdosta, hogy ugye megijedjen a mosómedve, és engedje, de nem engedte el, és hát nagyon durva volt, tehát én ott már azt hittem, hogy ott a picikének vége lesz, de aztán itt szerencsére a bácsi beszaladt oda a mosómacikhoz, és akkor elvette a kicsit, és nem lett semmi baja. Az ijegységen kívül iszonyatosan remegett, nagyon félt szegényke. Úgyhogy ez volt, és egyébként ott még utána beszélgettük egy picit, hogy egyébként ennek a kis lökötnek már másodjára menti meg a bácsi az életét, mert hogy a rókákhoz is átszökött már egyszer, és hát az egyébként ekkora farkámból ennyi volt, szóval a rókáknál kevésbé járt jól,
De fú, nagyon rossz volt ezt így nézni, és én az ilyen természetfilmekben sem bírom túlzottan, amikor mondjuk egy oroszlán egy gazellára, vagy egy zebrára így ráveti magát, de ezt így élőben látni, főleg úgy, hogy ilyen kis nagyon picike állatka, és egyébként meg a mosómacik is olyan cukik, és hogy úgy kikelt magából. Fú, nagyon nem volt jó. De hát itt szerencsére megúszta a picike. Remélem, hogy amikor legközelebb megyünk, akkor is még meg lesz mind a három törpe. Úgyhogy ez volt még vasárnap. És hétfőre pedig eléggé lebetegedtem, ezért is nem vlogoltam semmit hétfőn meg kedden. Nagyon fura volt, mert olyan volt, mintha megfáztam volna, de az orrom sem folyt, meg a torkom sem fájt, csak úgy ez az érzésem volt, hogy úgy tele van az orrom, de nem történt egyébként semmi, illetve a fejem nagyon fájt, meg szédültem, meg ilyen... Szerintem hőemelkedésem volt, lázig nem ment fel, mert annyira azért nem szenvedtem, de nem voltam jól, úgyhogy így inkább ágyban maradtam és feküdtem. Kedden pedig mentünk volna műanyagvásárba anyukámmal, de aztán nem mentünk végül. Egyébként kedden már semmi bajom nem volt szinte, tehát ez a gyengeség, ez marad, de így ezek a náthás tünetek, ezek teljesen elmúltak. Most lehet, hogy köhögni fogok, de csak mert nagyon szomjas vagyok. Ma pedig szerda van, és menni fogunk este Vácra, mert egyrészt megint egy kis ügyintézés is vár ránk, ez remélhetőleg egy ilyen 10 perces buli lesz csak. Másrészt pedig megjött most a kabátom végre. Ugye azt múlt héten, vagy két hete már szerintem volt, hogy ideért néhány ruhám, amit így a Bonpriről rendeltem, és egy kabátot is rendeltem akkor, de ez még nem jött meg. És most kaptam SMS-t reggel, hogy mehetünk érte. Jaj, úgyhogy menni kell postára is, meg oda is. Ja igen, és akkor ezt akartam még mesélni. Egy kicsit felháborító dolgot a helyi postáról, de hogy nem legyen annyira unalmas, hogy itt ülök egy helyben, odébb megyek valahova. Szóval, most már két és fél, lassan három hónapja ide költöztünk, és kapucsengőt még nem sikerült felszerelni, mert bár vettünk, viszont kéne neki valamilyen kis esővédő cuccos, és egyszerűen nem jutottunk még el odáig, hogy beszerezzünk, vagy csináljunk valamit erre a célra. Úgyhogy még nincsen csengőnk. Na most, ugye egyrészt hivatalos levelek is jönnek, tehát ilyen erkölcsi bizonyítványt igényeltünk pár hete, meg ilyesmik, tehát vannak átvevős csomagok, másrészt ugye eBay-ről, meg Aliról azért úgy rendelgetek viszonylag sokat. Tehát azért úgy, hogy heti két-háromszor kéne találkoznom a postással, mert hogy mindig vagy nagy valami, vagy átvevős lenne. Na most, mivel nincsen csengünk, ezért ő nem tud szólni. Én szerintem meg se próbál nagyon, tehát nem hallottam még soha, hogy szólt volna, pedig nyitva van az ablak ugye folyamatosan nálam a hálóban, ahol azért úgy az idő többségében vagyok, tehát amikor éppen nem főzök, akkor általában ott vagyok és ülök. És akkor ugye így blogolok, meg mit tudom én, hát látjátok nagyjából, hogy miket csinálok így napközben. Szóval kéne hallanom, hogyha szólna, de nem szól sosem. És ezzel nincs is szerintem probléma, tehát valószínűleg én sem állnék neki így kurjongatni a csengő nélküli házak előtt, szépen megírnám az értesítőt és bedobnám, ami szerintem az ő munkaköri leírásukban szerepel is. Na most ehhez képest tegnap reggel 8-kor arra ébredtem, egyébként körülbelül 2 óra alvás után, mert ilyen 4:30-ig forgolódtam, kifejezetten nehéz ekkora hassal kényelmesen feküdni, szóval kb. 2 óra alvás után arra ébredtem, hogy valaki veri az ajtót. És a bejárati ajtót, a ház ajtaját, ami ugye kerten belül van, ergo be kell jönni a kertkapun. És
És hát verik az ajtót, ugye akkor keltem egyszer semmiben, mert most megint melegebb van, úgyhogy csak egy bugyiban, meg egy pizsi felsőben, vagy pólóban, vagy valamiben alszom. Tehát nyilvánvalóan nem indultam el kifele megnézni, hogy mi a franc van, mert mire fölöltöztem volna legalább annyira, hogy egy melltartó meg egy valamilyen, bármilyen gatya legyen rajtam, tehát hogy ne ilyen totál szakadtan legyek, addigra már biztos, hogy elment volna, el is ment kb. Annyi idő alatt, de biztos, hogy a postás volt, mert hogy az ablakon azért ki tudtam nézni, és láttam, hogy ő volt. És így, hát én nem tudom, szerintem felháborító, hogy ezt így megengedi magának a nő, hogy még csak nem is találkoztunk soha, és így bemegy egy vadidegen házba, vagy a kertbe, és veri a ház ajtaját. Normális. Úgyhogy tök jó egyébként, nem tudom, akik olvasni is szoktak, és régebb óta követnek, azok tudhatják, hogy már a Váci postával is volt egy ügyem. Ott odaadta mindenféle szomszédnak a csomagjaimat a postás, és hát volt, hogy ilyen 6000 forintos kell a puderecsetet, a földön találtam meg a folyosón ledobva az ajtónk elé. De ott is az volt, hogy bementem, megkérdeztem, hogy kinél lehet asztalt borogatni, és akkor jött egy pasi, annak elmondtam, hogy mi a problémám, és beszéltek a kézbesítővel, aztán én is beszéltem vele, és így meg lett oldva. És így írtam is a blogon 2 bejegyzést, egyet még előtte, egyet pedig miután elrendeződött a dolog, hogy tényleg azért jól működik így a posta, mert van értelme bemenni szólni. Úgyhogy most megint majd hétfőn, amikor nyitva van sokáig, mert egyébként csak 3:30-ig vagy 3-ig van itt nyitva, elég vidéki módszer, na mindegy, de egy hétfőn megint mehetek be asztalt borogatni a postára, hogy úgy mellesleg itt majdnem 8 hónapos terhesen, nekem komolyan arra kell kelnem, és attól kell rettegnem, hogy itt vagy bejön valaki, vagy nem. Tehát, hogy azért elég durva, meg az is, hogy így a nő, a postásnő az úgy nem gondol bele, hogy lehet, hogy éppen hányok, vagy megy a hasam, vagy szoptatok, vagy dolgozom, hát miért ne dolgozna az ember reggel 8-kor. Tehát, hogy nincs itt a kocsi, ugye a férjem elmegy reggel vagy hajnalba dolgozni, tehát nem lehet tudni, hogy én itthon vagyok. És így bejön simán egy kertbe, de nem tudom, én ezt nem igazán értem, és föl nem foghatom igazán, hogy honnan vette a bátorságot erre. Úgyhogy jó lesz a hétfő, megint izgalmas lesz. Alig várom egyébként, főleg, hogy kicsi posta, tehát általában ugyanaz az ember van, ugyanaz az egy ember van mindig ott, vagy max. 2, úgyhogy hát bemutatkozom szépen itt is, de hát tényleg ez szerintem felháborító, tehát ezt nem fogom annyiban hagyni, mert tényleg mi az, hogy arra kelek, hogy bent van valaki a kertbe, akit még az életben nem láttam, tehát hogy nem is arról van szó, hogy 10 éve találkozunk heti 3-szor, és esetleg megengedem neki, hogy jöjjön be és dobja le a teraszra, hanem konkrétan veri az ajtót egy vadidegen, tehát ez mi ilyen nincs. Úgyhogy igen, ezt el kell intézni.
látszottátok, hogy miket vettünk, a kabát is. Jó rend szerencsére, úgyhogy ez volt ez a mai nap, most már vacsizunk, aztán szerintem ennyi volt, úgyhogy majd holnap jelentkezem. Sőt, életre kell. Jaj, bocsánat, csörömpölök. Szóval szerintem még nem is mutattam, hogy vettünk egyébként játszószőnyeget is a kis csajnak. Egy ilyen baglyosat választottunk. És egészen nagy is, most én nem tudok méretet mondani, de szerintem azért elég sokáig jó lesz, meg akár majd, hogyha már ül, akkor is befér ide a kis ívek alá. Egyébként ezek levehetőek, ezek itt hátul ilyen csatosak, mindegyik, úgyhogy ezeket le is lehet venni, illetve a kis logóbigyókat is ugye ki lehet cserélni itt ennek a műanyagvacaknak a segítségével, de egyébként van rajta ilyen színes csörgő madár, ami szintén csörög, van egy ilyen sima plüss fa, itt vannak ezek a műanyag kis bigyókák, meg itt is van egy ilyen, illetve itt alul ilyen párnázott, ez tök jó puha, különbözőek az anyagok, úgyhogy így tök jól lehet tapogatni is, és ide is be lehet nyúlni, meg betenni valamit. Itt van egyébként egy ilyen arc nélküli kis méhecske, vagy nem tudom mi akar ez lenni. Itt lóg róla egy ugyanolyan csörgő, mint ami itt van, illetve itt van egy madárka is, és a szárnya az pedig ilyen, hát szerintem a szárnyak lesznek a kedvencei majd a Lizának. Ja, és van egy tükör is itt a szélén, amit most megpróbálok így a kamerával szemléltetni, hát talán látszik. Úgyhogy vettünk játszószőnyeget, és ez már egyébként, egy hete vagy két hete, nem is tudom. Beszereztük már egy ideje, csak elfelejtettem megmutatni, illetve amivel az elején itt csörömpöltem, az pedig egy IBS kis nyuszi, nagyon-nagyon édes és tök jó minőségű egyébként. Egyetlen problémám van vele, igazából ilyen fölkethető is, tehát ezt is akár ide is föl lehetne tenni, és nagyon-nagyon helyes szerintem, és ugye nyuszinak hívom folyamatosan a kislányt, úgyhogy... ilyen szempontból is tök jó, meg szerintem tök aranyos kis nyuszi ábrázolás. Viszont a fenekében van ez a hang, és ez itt marha kemény. Úgyhogy én ezt így úgy gondoltam, hogy beteszem majd az ágyába, de hát így nem fogom. Úgyhogy szerintem majd így vagy a babakocsira teszem föl, vagy majd a pihiszékre, vagy a hordozóra, vagy valamire. De egyébként nagyon-nagyon cuki, és nagyon örülök, hogy megrendeltem, csak kár, hogy ilyen kemény a segge. úgyhogy ezek vannak még most újdonságok. Egyébként közben már csütörtök van, és csinálok egy kis fényt. Most lehet, hogy nagyon sárga lettem. Szóval a mai főszereplőnk az sertéstarja csont nélkül szeletelt névre hallgat, és igazából nem tudom még, hogy mit csinálok belőle. Ez általában ilyen mustáros, hagymás, szószos dolognak szoktam megcsinálni, sütőben, jénaiban, viszont ahhoz kéne rizs, és most ettünk rizst a héten, és valahogy így nincs kedvem hozzá. Úgyhogy ezt majd még kitalálom, hogy mi legyen belőle, de egyébként van bőven időm, mert céges vacsi lesz ma, úgyhogy cit nem ér haza szerintem éjfélig kb. Úgyhogy ezt majd még kitalálom, hogy mi legyen vele, viszont elég éhes vagyok, és hát valószínűleg egy zacskó chipszel fogom most orvosolni. Néha kell ilyet is, úgyhogy megint csak az úgyhogy.
Igen, szóval most valószínűleg chipset fogok enni, és akkor közben megpróbálom kitalálni, hogy mit kezdjek ezzel a hússal. Aztán megcsinálom, bármi meglepő. Dumáltam, viszont abszolút nem hallatszott sajnos a hús sercegéstől. Természetesen most pedig nem serceg, amikor erről beszélek, hogy ettől nem lehetett hallani. Szóval végül arra jutottam, hogy grillezem ezeket a húsokat. Úgyhogy egy ilyen grillserpenyőbe betaszoltam őket. Pici vegetelt és borsot tettem már rájuk, az az alsó oldalukon van most. És mindjárt befűszerezem a tetejüket is. És szerintem nagyjából egy órát fogok én ennek így itt hagyni. Közben mondjuk ilyen 10-15 percenként megforgatom, és az a terv, hogy egy ilyen jó fekete csíkosra, sőt egyébként pedig pirosas grillhúsim legyen. Úgyhogy hajrá! No, a köret az 4 darab paradicsom lesz, egy krémfehér sajt, egy konzerv kukorica. Egyelőre itt tartok, ezt most összevágom, bekeverem, és akkor majd még kitalálom, hogy kell-e még ebben nekem valami. Egyébként ananásszal kacérkodom, hogy egy ilyen hevei jellegű sali lesz, de egyelőre ezeket összevágom, és akkor meglátom, hogy kell-e még, vagy jónak ítélem meg, vagy hogy látom. Nem a legideálisabb késsel kevergetni egyébként, csak nem akartam még egy evőeszközt összekoszolni, bár úgyis ki kell majd szedni. Na mindegy. Jó, én nekem most így tetszenek az arányok. Szerintem ez jó lesz így, úgyhogy igen, én ezt így békén is hagyom, szépen kiveszem a kést belőle. Mehet rá a teteje, és beteszem a hűtőbe, hogy egy kicsit így megszokják magukat, meg egymást az ízek. Mert ha ki tudom nyitni, jaj! Oké. Na, úgyhogy a sali az megvan. És közben a húst az előbb megfordítgattam, és kezdenek egész jól kinézni. Ez nyilván még közel sincsen kész, tehát ennek még jó sok idő fog kelleni. De azért mondjuk itt az alsó középső az már nagyon-nagyon biztatóan elkezdett barnulni, úgyhogy jó lesz ez, és az illata az egyébként isteni, hogy alig várom, hogy kész legyen. Köszönöm, mert 10:30 van, és az van, hogy az utam... Jaj, most a plafont lehet, hogy megmutattam. Szóval az utóbbi néhány napban eléggé hisztis voltam, mondjuk így. Igazából nem tudnám megmagyarázni, hogy mi bajom van, vagy volt, vagy nem tudom, de valahogy így nagyon, nagyon hisztis picsa voltam, tényleg kimondom, és ugye az egészet a férjemen vezettem le. És hát igazából tegnap este volt így mi pont. És reggel gyakorlatilag úgy vágunk el, hogy sehogy, tehát hogy így el sem nagyon köszöntünk egymástól, és így beszéltünk napközben, tehát hogy úgy nagy baj nincsen, viszont több bűntudatom van. Úgyhogy sütök, így 10:30-kor, mert miért ne? Szóval mutatom, és akkor közben keverem is. Ez egy sima muffin tészta lesz, egy sima fehér vaníliás muffin tészta. Bár ahhoz nem ártana a vanília aroma sem.
mindjárt beleteszem. Úgyhogy csinálok egy kis muffint, és arra gondoltam, hogy van még a tavaly téli lekvárokból, a csokis narancsból, és hogy ezt fogom majd beletenni, és egy ilyen nagyon cuki kis szíveskés muffinpapírt választottam. Nyilván enélkül is kibékülnénk, tehát ez nem azért van most, hogy ezzel kenyerezzem le, csak valahogy így úgy érzem, hogy, hogy kell most egy kis elsegítés, úgyhogy muffinozok. Ezek kész is vannak, a tetejére most nem szórok semmit, csak... vagy szórok? Nem szórok. Csak bedobom így, ahogy van a sütőbe, és remélem, hogy finom lesz. És természetesen ilyen 2 muffinnyi tészta maradt még, úgyhogy lehet majd még egy csomag lesz így sütésileg, amiben 2 lesz. Ezt nagyon utálom egyébként, de már így is nagyon tele vannak ezek a kis papírkák, így is nagyon fel fognak jönni, nem merek ennél többet tenni bele.